Győzni akartam, de még mindig nem hiszem el, hogy megnyertem a versenyt, nyilatkozta Deák Margit, miután megnyerte a Miss Pole Dance Hungary 2013-at, azaz a Magyar Rúgtánc bajnokságot. A civilben ingatlan forgalmazással és persze rúgtánc oktatással is foglalkozó győztes elkísérte a Magyar Rúgtánc sport megteremtője, Pirner Alma, aki egyébként maga is világbajnok volt, bár nem ebben a műfajban, hanem a táncvilág egy másik versenyszámában. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ugye azt mondta, amikor bejöttetek, hogy Almát jól ismerjük, és a te sportos testalkatodat, de hogy bejött egy bájos, ifjú, vékony hölgy, bocsánatot kérek, kicsit ilyen titkárnői imidzsel, és azért azt is tudnunk kell, kedves Margit, hogy hát ehhez a műfajhoz, ahol az ember a saját testsúlyának a emelgetésével foglalkozik, ott előbb-utóbb kőkemény izomzat és szálkás test jelenik meg. Hova rejtetted ezt? Ez így van, tehát hogy észrevehetetlenül jönnek ránk azért az izmok, és észre sem vettem magamon sem, amikor elkezdtem. Tehát ez ugye fokozatosan ugye egy szintrendszer alapján lépünk szintről szintre, egyes alkalommal, és van egy szint, a hármas, amikor már a fejjel lefelé kell lógni egy lábkulccsal, és onnan kezdődik az, hogy az igazi erőelemek, tehát hogy fejjel lefelé tartjuk meg a saját testsúlyunkat és emelgetjük, és onnantól kezdődik el valóban az a komoly edzés, és megjön az a komoly fizikum hozzá, ami ehhez a sporthoz elengedhetetlen, és tényleg anélkül kezd el izmosodni az ember, hogy észrevenni. Igen, és aztán egyszer szépen előbb-utóbb kirajzolódnak azok a gyönyörű izmok, és ott lesznek. Ama, ez normális dolog, vagy ez bevett, hogy is mondjam, hogy valaki gyakorlatilag 2 év alatt ilyen rapid karrierre tegyen szert? Hiszen tudjuk jól, hogy azért ez a műfaj, amiről az előbb is beszéltük, iszonyatos fizikumot igényel. Igen, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy itt a magyar rúgtánc történetében nagyon sokszor előfordult az, hogy ilyen 2 év távlatában magyar bajnokok, világbajnokok születtek. Ez nyilván tehetség, elszántság, kitartás kérdése is, hogy ki mennyi időt investál ebbe bele, mondjuk heti 3-4 alkalmat, vagy csak alkalmanként 1-1 alkalmat, illetve hogyha látja az ember, hogy fejlődik, akkor még jobban van motiválva, hiszen mindig ott az újabb és újabb kihívás nap, mint nap, hogy na, akkor tovább lépjünk, és meg szeretném ezt vagy azt csinálni. Ugye mi nagyon sokat beszélgettünk tényleg a sportág születésé, magyarországi születésétől kezdve, ami mellett te báváskodtál mindenképpen. Hogy érzed, hogy ez alatt a néhány év alatt, mondjuk egy 10-es skálán, mekkorát robbant ez a műfaj? Gondolok itt arra, hogy ilyen tehetségek és ilyen rövid idő alatt bukkannak fel ebben a műfajban. Én azt gondolom, hogy nagyon mínuszból indultunk, tehát még csak nem is nulláról, ugye az előítéletek miatt. Azért a világbajnokság rendezésével 2011-ben nagyon nagyot léptünk előre. Most már az emberek kezdik ezt elfogadni, tehát azt gondolom, hogy most már olyan 6-os, 7-es körül tartunk a skálán. A 10-es még nyilván messze van, pont az utolsó lépések azok, amik nagyon nehezek, hiszen még mindig van tudatlanságból fakadó előítélet, aki tényleg nincs tisztában azzal, hogy egy ilyen rúgsportverseny hogy néz ki, milyen fizikumot igényel, milyen szabályok alapján pontozunk. Nem értik azt, hogy a lányok miért vannak esetleg forró nadrágban egy tobban rúdon, és azt mondják, hogy ez úgy néz ki, mintha itt szexisen akarnánk valamit csinálni. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy más ruhában nem lehet megcsinálni a rúgtánc trükköket. Mert lecsúszna, hiszen ugye a bőrének fontos, hogy tapadjon a rúdhoz. Úgyhogy ilyen apróságok vannak még, amivel küzdünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy most már sokkal elfogadóbbak az emberek sport területén is. Uh-huh. Margit, neked mekkora változás hozott ez az életedbe, hogyha mindössze csak 2 éve találkoztatok össze te és a rúgtánc? Igazából nekem az első pillanattól egy ilyen szerelem volt, de minden rúgtáncos ezt mondja, aki eljön egy órára. Amikor én beléptem, akkor valami újdonságot kerestem a sportvilágában, mert előtte is azért átlagos szinten konditerembe jártam, aerobik órákra, hasonlókra. Viszont, ilyen úgymond szinten tartás. Igen, viszont jelleggel. Nem találtam még meg azt a sportot eddig, vagy egészen 2 évvel ezelőttig, amiben úgy egyrészt saját magamat is ki tudom fejezni, mert ugye a rúgtánc nem csak hogy sport, hanem egy önkifejezési mód is szerintem. Mivel akár ebbe egy tánc, tehát a táncfogalom benne van. Persze. Itt ugye saját magunkat is ki tudjuk fejezni, tehát nekem ez is nagyon fontos volt, hogy egy olyan sportot találjak. És a kitartás, szorgalom, ez is nagyon kell ahhoz, hogy az ember fejlődjön és tovább jusson, előrébb lépjen, és ezek is nem csak a rúgtánc területén, hanem a magánéletemben is azért egy fejlődést hoztak. Igen, tehát volt lenyomat a civil életedben is annak, hogy ott egyébként találtál valamit, amiben örömödet leled?
Mindenképpen így a munkaterületén is, ugye nekem van civil munkám is, és azt gondolom, hogy egy sportoló akár az üzleti életben is sokkal kitartóbb tud lenni minden tekintetben. Tehát talál egy olyan kapaszkodót az életében, amelyben kiderül, ugye, hogy új határokat ismer meg saját magával kapcsolatban. Ez nagyon nagy igazság egyébként, amit mond, abszolút. Tehát ez mindenképpen tapasztalható. Egy kicsit beszéljünk még arról egyébként, hogy az erő már ugye minden tekintetben szóba került, azért az is nagyon fontos, hogy ez egy esztétikai műfaj, a szónak a legklasszikusabb értelmében, ahogy a tornasport, ahogy a ritmikus gimnasztika, és még sorolhatnám azokat a sportágokat, akár a szinkronúszás, ahol egyszerűen a szépségnek, a mozdulatok kidolgozottságának óriási jelentősége van. Ez hogy tapasztalod, hogy mennyire tehetséges ebben mondjuk így a magyar versenyzői gárda, hiszen azért én azt gondolom, hogy az korábban említett klasszikus sportágak ugye többnyire balett alapképzéssel indulnak, és a többi, és a többi. Itt ez mennyire integrálható be a gyakorlatok felépítésébe? Mindenképpen bele kellene integrálni, viszont ez az, amit még a magyar versenyzők nem annyira látnak és éreznek. Tehát mindenki azt gondolja, hogy elegendő az, hogy a rúdon megcsináljuk a trükköket és összekötjük az elemeket, és pont sokszor én, mint bíró, azt veszem észre, hogy ez a kifinomultság hiányzik belőlük, azok a fajta összekötések, akár talajon, akár az a fajta előadó művészet, amit meg kell, hogy töltsük azt a koreográfiát, azt a versenyszámot ezzel. Tehát nagyon lényeges, hogy nem elegendő az erőlétünket fejleszteni és a trükköket technikailag fejleszteni, hanem nagyon lényeges, hogy a hajlékonyságot is szükséges fejleszteni, illetve a kifinomultságát a mozdulatoknak, a harmóniát, a tartásunkon javítani. Azt jelenti, hogy te, mint a műfaj megteremtője, azért próbálod terelgetni így a magyar sportban résztvevőket, tehát a műfajban résztvevőket afelé, hogy hogyan lehetne még fejlődni, hogy mi lenne mondjuk az a kiegészítő sportág vagy művészeti ág, amiből bizony be kéne emelni, akár heti szinten megfelelő óraszámmal az edzésekbe? Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a klasszikus balett tényleg mindennek az alapja, nagyon lényeges, hogyha valaki nem a balett műfajából, vagy egy kortárs táncból, vagy bármi egyéb szinkronúzásból jön, tehát hogy van már valamiféle mozgáskultúrája, nem mint civil ember kezdi el, akkor lényeges, hogy azt is fejlesszük párhuzamosan, hiszen nem lesz elegendő későbbiekben, nemzetközi szinten meg semmiképpen nem, az, hogyha valaki csak a rúdon tud akrobatizálni. Itt lényeges nagyon, hogy egy kerek egész alkossunk. Ha már a nemzetközi szintet említed, és az, hogy mire lehet elég, ugye most ezzel világbajnoki szereplési jogot nyert Margit, ezt jól értem? Tehát akkor a londoni megméretetésen ott lehet? Így van, ez a kvalifikációja a magyar verseny a londoni világbajnokságnak. Januárban lesz egy videós előselejtező, amivel be kell küldenünk a videóját, az alapján fog ő bekerülni, ha bekerül az előselejtezőbe, amire már akkor kiutazunk, az előselejtezőn már meg tudja mutatni azt. Milyen esélye, hogy kérdezem, hiszen te ugye pontozó bíróként pontosan látod, és méghozzá azért a nemzetközi bírói testületben is elég komoly fajsúlya vagy jelen. Mire lehet most az elég, amit Margit tud? Én azt gondolom, hogy a tapasztalatszerzésre mindenképpen, tehát ez a leglényegesebb, hogy nemzetközi szinten teljesen szóló kategóriában, teljesen más szinten vannak a versenyzők. Olyan versenyzők vannak, aki már 8-10 éve versenyez, vagy 5-6 éve ott van, minden évben látom őt, és fejlődik egyik évről a másikra, egyre jobb helyezéseket ér el. Tehát nyilván nagyon drukkolunk, hogy ugye fizikailag is megmutathassuk, hogy mit tudunk, és az előselejtezőn is részt vehessünk, ami szerintem be fog következni. Az, hogy a döntőbe bejutunk-e, oda már tényleg csak a legjobb 10 vagy 12 egyébként versenyző jut be. Arra idén kevés esélyt látok, de nem azért, mert itt túlzottan le vagyunk maradva, hanem azért, mert itt nagyon tapasztalt versenyzőkről van szó, és annyira nagyon nyomás egy világbajnokságon a versenyzőkön, hogy ezt pszichésen is tudni kell kezelni, ott ezt a két világos napot, és tényleg én azt látom évek óta, hogy ez nagyon nagy kihívás még professzionális versenyzőknek is. Margit, hát fel kell nőni ehhez a feladathoz. Nem tudom, két éve gondoltál-e arra, hogy esetleg akár világbajnokságon is szerepelhet? Eszembe se jutott akkor még, hogy ez ideig fog jutni, de nagyon örülök neki. És akkor várod, vágysz erre a fajta megmérettetésre is, hiszen ez egy új dimenziója már az élete, sport életednek. Igen, ez egy hihetetlen elismerés is, tehát hogy én ennek nagyon, nagyon örülök. Mindenképpen helyt szeretnék állni, tehát hogy főleg, hogy ez egy világbajnokság, ezért még inkább még keményebben kell edzenem. Valóban, ahogy az Alma is mondta, ugye a hajlékonyságot is kell növelni, ezért ugye külön stretching órákra, táncórákra kell járni, tehát ez egy nagyon komoly
elfoglaltsággal fog járni a következő hónapokban. Az is azt kívánom, hogy ebben az újra megtalált, hogy is mondjam, szerelmedben legalábbis, ami a civil elfoglaltságaidat illeti, tényleg minden részében találd meg azt a fajta örömöt, amit a sportág nyújthat. Úgyhogy miután párosom már vannak világklasszisaink, nem is lehet más a cél, mint hogy előbb-utóbb egyéniben is legyenek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Erre törekszünk. Köszönjük.